Vadai Ágnes a DK alelnöke és országgyűlési képviselője volt a vendége annak a fórumnak, melyet szeptember 20-án tartottak a párt helyi szervezetének szervezésében. Az egészségügyet és oktatást érintő témák között a fogvatartottak egészségügyi központja is szerepelt. Vadai Ágnes leszögezte, a gyógyuláshoz mindenkinek joga van. Meglátása szerint több fórumon szükséges az ilyen jellegű döntések előtt megbeszélni a helyben élőkkel, hogy pontosan mit jelent ez a beruházás. Egy dolgot előre szeretnék bocsájtani, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Magyarországon a normális egészségügyi ellátáshoz mindenkinek joga van. Akkor is, hogyha rendes ember, akkor is, ha nem rendes ember. Szerintem ebben megállapodhatunk. Az a kérdés mindig, hogy bizonyos ügyeket, bizonyos a polgárok számára nem kellemes ügyeket hogyan tudunk megoldani. Mert hogy meg kell oldani. Mert azt nyilván a Berettyóújfalun élők is tudják, meg világos számukra, hogy azt is meg kell oldani, hogy azok, akik éppen börtönben ülnek, vagy éppen fogházban ülnek, vagy fegyházban ülnek, de itt most börtönről beszélünk, hát ők is egészségügyi ellátáshoz jussanak. Ráadásul azt pontosan tudjuk, hogy tegnap óta ül börtönben Magyarországon, most immáron két olyan ember, aki ennek a rendszernek az áldozata, akik koncepciós perben kerültek elítélésre, ugye Tátrai Miklósról és Császi Zsoltról van szó. De amikor azt mondom, hogy mindenkinek jár ez az egészségügyi ellátás, akkor mindenki másnak, aki kívül van a rácsokon, nekik is jár az egészségügyi ellátás. Ugye én tudom, hogy azzal szokták, az a bűvös szó, hogy munkahelyet fog teremteni. Nem vagyok ebben egészen biztos, hogy az itt élők számára ez valódi munkahelyet fog teremteni. Egyrészt, mert nyilvánvaló, hogy a kórházban is megfelelő szakértelem kell, tehát eleve egészségügyi irányba kell dolgozni, ahhoz, hogy ott valaki dolgozni tudjon. Másrészt meg nyilván ilyenkor azért más intézményekből szokták ide átirányítani az ottani személyzetet. Ez az egész Berettyóújfalui történet, az összes börtön, tehát a tervezendő börtönökkel és az ehhez kapcsolódó beruha, igen, a komádi börtön, ugye ahhoz képest tervezik ezt a Berettyóújfalui intézményt, ez pontosan leírja azt a Magyarországot, ahogyan Orbán Viktor gondolkodik. Nem csak Berettyóújfaluról, hanem az itt lakó emberek. A felzárkóztatásra, oktatásra, egészségügyre és a szegénység felszámolására költene többet a DK Vadai Ágnes szerint. A jövő évi országgyűlési választásokon az a tét, hogy az Orbáni kormányzást vagy az Európai Uniót választják a szavazók. 2018-ban éppen ezért szerintem nagyon egyszerű lesz a kérdés, és a mi szórólapunk világosan beszél is erről. Orbán vagy Európa? És amikor Európáról beszélünk, akkor nem valami elvont fogalomról beszélek. Tehát nem a brüsszeli bürokráciáról beszélek, nem Brüsszelről vagy Strasbourgról beszélek, hanem azokról az európai értékekről beszélek, amiért lényegében ez az ország Szent István óta küzd. Minden forradalmunk, minden háborunk, minden csatánk, minden testvérharc arról szólt, hogy kelet vagy nyugat. Minden felvilágosult, modern költőnk, írónk mindig, de még a festőink is, szobrászaink is mindig azt mondták, nekünk nyugat kell, fele kell menni, és végre ki kell már kötni ezt az országot nyugaton. És nem azért, mert ott fejlettség van, mert hogy ott jobban élnek, az csak a következmény. Azért, mert Magyarország egész történelme és küzdelme arról szól, hogy nálunk ezek az értékek vannak, ha normális az ország. Ma Magyarország 2 millió fideszes választó fogja. 2 millió. Magyarországon 8 millió választópolgár. Azt látjuk a közén kutatásokon, hogy az emberek kormányváltást szeretnének, a többség. Miközben a polgári Magyarország, amiről mi a Sokak Magyarországa programjában beszélünk. A polgári Magyarország arról szól, hogy az államnak az a dolga, hogy olyan körülményeket teremtsen, hogy mindenkinek legyen esélye. Hogy Berettyóújfaluról is el lehessen jutni egészen a Szilícium völgyig. És hogy el lehessen jutni nagyon magas szintek.